Üdvözlöm Önöket! Apáti Bence vagyok, ez a Főhős, a Hír TV politikai sztármagazinja. Mai adásunkban tematizálunk, kicsit felidézünk néhány nagyobb tömegtüntetést, amelyek valahogy mindig a jobboldali kormányok regnálása idején történtek. Nyugalom, foglalkozunk majd jövő héten a balliberálisok elleni demonstrációkkal is. Lesz gyurcsányozás és minden más. Most mutatjuk majd ezt. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Itt lesz velünk Juhász Hajnalka, országgyűlési képviselő. Minden évben például Farsangon egész életemben orvosnak öltöztettek be, mert soha nem volt idejük arra, hogy csináljanak, vagy készítsenek nekem egy királylány ruhát. És természetesen a játék sem marad el. Több a hasonlóság a Fideszben és az MSZP-ben. Passz. Majdnem gondolom volt. És ő volt a felegyen, meg pedig ő volt a másik. Mivel is kezdhetnénk, mint a taxis blokkáddal, ami az MDF kormány idején 1990. október 25-én robbant ki. A benzináremelés miatt megbénult a főváros közlekedése. Akkor több taxis dolgozott Budapesten, mint New Yorkban, mintegy 20 ezeren. Az Antal kormány 1990. október 25-én este 65%-os benzináremelést jelentett be, így 56 forintra emelkedett a normál benzin ára literenként. Az áremelést az öbölháború miatti olajár növekedés és a szovjet olajszállítás akadályozása okozta. A kormány ezzel az intézkedésével próbálta elrettenteni az embereket a nagymértékű felvásárlástól, mivel az országnak csak 3-4 napra volt elég olajtartaléka. A taxisok kivonultak az országház elé és kérték, hogy vonják vissza a döntést, mert így a megélhetésük veszélybe kerül. Siklós Csaba közlekedési miniszter azonban elutasította a követelésüket, mondván nincs erre mód. Az ország kényszerhelyzetben van. Erre a taxisok az utcára vonultak, és az ország több pontján megbénították a forgalmat. Kisvártatva megkezdődtek a tárgyalások. Végül október 28-án a többszöri egyeztető tárgyalásokon elfogadták a 12 forintos literenkénti kompenzációt, ezután a taxisok megszüntették a blokkádot, és az utak felszabadultak. A tiltakozás kirobbantói azóta sem ismertek, de az biztos, hogy az SZDSZ kiállt a taxisok mellett. Göncz Árpád pedig közkegyelmet adott a tüntetőknek, pedig bűncselekményt követtek el, mivel nem jelentették be előre a demonstrációt. Az akciónak országszerte több mint 100 000 résztvevője volt. Akkoriban olyan törvények voltak érvényben, hogy 72 nappal a tüntetés előtt be kellett jelenteni a demonstrációt, és ez ugye a taxisoknál nem történt meg, tehát jogilag megtehették volna, hogy feloszlatják ezt a tömegtüntetést. Illetve elindult utána egy mozgalom, hogy ne záruljanak le ezek a tüntetések, ezek az utcai demonstrációk. A szintén már említett, vagy az a már említett Kis János szervezésével, kezdeményezésére létrehozták a demokratikus kártát, amely különböző tüntetéseket, rendezvényeket szervezett az utcán. Most már az állítólagos náci veszélyre hivatkozva, és itt megjelentek már az MSZP prominens politikusai is, tehát itt megpróbálta az SZDSZ legitimizálni a kommunista utót, pártot, hiszen tudta, hogy a konzervatív oldalon nem nagyon juthat kormányra a későbbiekben. Most ugorjunk egy nagyot az időben. 2010-ben megalakult kétharmados felhatalmazással a második Orbán kormány. Jöttek is a tüntetések sorra, sorossal vagy nélküle. Demonstráltak a felsőoktatás miatt, az internet adó ellen és a CEU-ért. 2011-ben több vidéki városban tüntettek a készülő felsőoktatási törvény ellen. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke, Nagy Dávid kiemelte, azért tiltakoznak, mert a felsőoktatási törvénytervezet bújtatott tandíjat tartalmaz és röghöz köti a hallgatókat. Az új felsőoktatási koncepció szerint az állam csak akkor fizetni a képzést, ha a hallgató szerződésben vállalná, hogy miután végzett, meghatározott ideig Magyarországon dolgozik. Ha ezt nem teljesíti, vissza kell fizetnie az állami finanszírozás költségét. Közben a Magyar Hírlap felsőoktatási helyettes államtitkára hivatkozva azt írta, mégis újra felvételizhetnének az egyetemről, főiskoláról elbocsájtott hallgatók arra a képzésre, ahonnan korábban kibuktak.
Nem kívánunk senkinek problémát okozni, ez egy békés tüntetés lesz. Majd jött az internetadó ellenes tüntetés. Kora este még pártsemleges és békés megmozdulást ígért az internetadó elleni tüntetés szervezője Gulyás Balázs. Az MSZP-s Gurmai Zita fia, aki korábban a szocialisták józsefvárosi alelnöke is volt, a Nemzetgazdasági Minisztérium előtt felállított színpadon 48 órás ultimátumot adott a kormánynak a törvényjavaslat visszavonására. A színpadon Gulyás többször is ismertette a tüntetés forgatókönyvét. Gyertek velünk a netadóért felelős Fidesznek a székházához! Minden munkál adott fizetet! Minden munkál adott fizetet! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Az Andrássy úton vonulva Gulyás Balázs segítői megafonon keresztül hangolták a tömeget, a tiltakozók végül a Hősök terén egy időre megálltak. Miután a tüntetők megismételték korábbi flashmobjukat, a krétakörös Gulyás Márton lépett színre. Utána semmi! Minus! A norvég alapból pénzelt krétakör alapítvány vezetője azt is mondta, az embereket nem kell hazaküldeni, ők maradhatnak, de a rendezvényt hivatalosan le kell zárni. A tömeg ezután indult meg a közelben lévő Lendvai utcai Fidesz székház irányába. A tömegben feltűnt Demszky Gábor, korábbi SZDSZ-es főpolgármester, aki 15 méterre állt a rendőröktől egy kis társasággal és egy molinót is felmutatott. A demonstrálók között André Goodfriend ideiglenes amerikai ügyvivő is megjelent. A székháznál ekkor már elszabadultak az indulatok. A tüntetők használt informatikai eszközökkel kezdték dobálni az épületet. Volt, aki monitort vágott az ablakhoz, mások klaviatúrát vagy CD-ket. Többen felmásztak az erkélyre, ahol uniós zászlókat lengettek, egy férfi pedig letépte a redőnyt és betörte az ablakot. Macskos Fidesz! Macskos Fidesz! Macskos Fidesz! Semmi baj nincs! Az eseményről a Hír TV élőben tudósított, de tüntetők egy csoportja megtámadta stábunkat. A rohamrendőrök ezután kordont vontak a pártszékház köré. A tömeg éjfélre oszlott szét. 6 ember ellen indult eljárás rongálás miatt. Másnap így nézett ki a Fidesz székháza. 20 ablak betört, ledöntötték a kerítést is. Politikai viták elrendezésének a módja nem lehet Magyarországon az erőszak. A Fidesz elítélte a vandalizmust. Kocsis Máté, a párt kommunikációs igazgatója azt mondta, a székházban keletkezett károk mértéke meghaladja a 10 millió forintot. Szerinte a rendezvény szervezője a felelős a történtekért, akinek szocialista kötődése van. Kocsis Máté tájékoztatása szerint a fiatal jelenleg is egy józsefvárosi intézmény MSZP-s felügyelőbizottsági tagja. A kommunikációs igazgató az egykori liberális Demszky Gábort is bírálta, amiért végignézte a rongálást. Ha jól láttam, akkor no corruption feliratú táblát tartott Demszky Gábor, és ha nem csalnak az emlékeim, akkor az ő helyettesét vezették el hasonló ügyekben, és az ő fővárosi önkormányzatában zajlottak egyébként sokszor az újságírók által is feltárt korrupciós jelenségek, mondjuk így. Tehát az a fajta pofátlanság, amivel Demszky Gábor tegnap itt fellépett, az azon túl, hogy aki ismeri ezt a politikai kultúrát, amit ő képvisel, nem meglepő, de némi mértéktartást azért maga a székházrombolás jelenthetett volna számára, és mondjuk a jelenléte arra is alkalmas lett volna, hogy megfékezze az itteni tüntetőket. Gulyás Balázst a vandalizmus után többször kerestük telefonon, de vagy ki volt kapcsolva, vagy fel sem vette mobilját. Ezek már az újabb internetadó ellenes tüntetés képei. A távközlési adó kibővítését korábban jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. A szolgáltatóknak gigabájtonként 150 forintot kellett volna fizetniük, a közterhet előfizetőnként 700 forintban maximálták volna. A terv ellen a tüntetőkön kívül a szolgáltatók is tiltakoztak, és még a Fidesz is megosztotta az új adó.
Az adótörvényt azt módosítani kell, tehát vissza kell vonni. A kormány főrádió interjújában jelentette be a terv visszavonását. Nem vagyunk kommunisták, mi nem az emberek ellen kormányzunk. Orbán Viktor azt mondta, az emberek félreértették a kormány terveit. Most az a helyzet, hogy megkérdőjelezik az emberek az egész dolgnak az észszerűségét, az észszerűségi alapja, józan ész alapján kérdőjelezik meg. És nekem az a véleményem, hogy ilyen körülmények között nem is lehet bevezetni semmit sem. De... Tehát az én véleményem az, hogy helyre kell állítani az észszerű vita alapjai. Ezek ma nem lehetségesek, túlszaladtak ezen az események, ez a vita ez félrecsúszott, és ilyen körülmények között szerintem, függetlenül, hogy a kormánynak mi volt a szándéka, és hogy az helyes volt-e, ezt egész egyszerűen nem lehet bevezetni ma ez a helyzet. A kormányfő azt mondta, az internetről szóló vita nem zárult le. A szabályozásról januárban nemzeti konzultációt kezdeményez. Két kérdésre kell majd, hogy összpontosítson, az internet szabályozás kérdésére, mit lehet, mit nem, és az internet pénzügyi kérdéseire, mert valahogyan mégiscsak választ kell kapnunk arra a kérdésre, hogy az interneten keletkező hatalmas extra profit, az hova lesz, és nem lehetne annak egy részét itt tartani Magyarországon, és bevonni a költségvetésbe. A miniszterelnök hangsúlyozta, a cél továbbra is az, hogy 2018-ra minden lakásban elérhető legyen a széles sávú internet, a megállapodásokat már megkötötték a szolgáltatókkal. 2018. januárjában, egy héttel a Független Diák Parlament demonstrációja után ismét az oktatás állapota miatt tartottak tüntetést a Kossuth téren. A Tanítanék Mozgalom békét és szabadságot szeretett volna az iskolákban. A tüntetésen felszólalt annak a komáromi szakkollégiumnak a tanára, ahol rendszeresen szégyenfalra tették az igazgatói megrovásban részesült diákok nevét. Balla István nyilatkozata után új kommunikációs irányelvek jelentek meg. Ezt követően a fenntartó NSFH kommunikációs protokollt küldött, melyen természetesen nem volt dátum, hogy mi a teendő sajtómegkeresést után. Magyarán, tedd fel a kérdésed, megírjuk a választ, és azt halljuk, amit hallani akarunk. A szakszervezeti vezetők szerint az elmúlt 28 év következménye az oktatás jelenlegi rossz állapota. Nem lesz béke. Nem lesz szabadság, ha az éppen kormányló lévők és az ellenzéki pártok között nincs párbeszéd, együttműködés. Konszenzus olyan ügyekben, mint az oktatás, az egészségügy, a nyugdíjrendszer, a foglalkoztatáspolitika, és még hosszasan sorolhatnám. Ezek a dolgok nem 4 évre szólnak. Ezeknek a dolgoknak a rendbetétele, jobbátétele, a politikai pártoknak közös ügye kell, hogy legyen. Mendrei László a pedagógus béremelést átverésnek nevezte. Nézzük, mi a helyzet az életpálya modellel. Ez a tipikus taktikai atomfegyver. Bárhol, bárkivel, bármikor biztosan bevethető. Mióta mi pedagógusok megkaptuk, jól megkaptuk tényleg, azóta mindenkit ezzel kábítanak, a fegyvereseket, az egészségügyeket, a bírókat, és a többit, és a többit. Mi a valóság? Hát mit is mondjak? Elnézést kérek a szlengért. Szívás, szivatás, kiábrándultság. Az egészségügyi minisztériumhoz hasonlóan oktatási minimumot hozott létre 8 ellenzéki párttal közösen a Tanítanék Mozgalom. A pártok megválasztásuk esetén a közösen megállapított feltételek mentén alakítanák az oktatáspolitikát. Érdekképviseleti és társadalmi egyeztetési eljárást ír elő. Tehát az állampolgárok és a szakma bevonásával születhetnek csak meg a fontos döntések. Pilc Olivér emlékeztetett, a kormánynak 3 napja van érdemben válaszolni a Független Diák Parlament korábban megfogalmazott követeléseire. Majd jött a Soros Egyetem ügye. A CEU ugyanis nem rendelkezett Amerikában oktatási intézménnyel, így nem felelt meg a törvényi követelményeknek. Ismét elindult a balliberális felháborodás és a tüntetés sorozat. A tömegben már akkor hallatszottak kormányellenes hangok, amikor a többség még a Közép-európai Egyetem ellehetetlenítés ellen tüntetett. A demonstráció este 19 óra után hivatalosan véget ért, ám több ezren a Kossuth téren maradtak. Egyre többször hangzottak fel kormányellenes rígmusok.
A kemény mag dulakodni kezdett a parlamentet védelmező rendőrökkel. A tüntetők a Kossuth térről a körút felé vették az irányt. Útközben megálltak az oktatásért is felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma előtt. A minisztériumtól a tömeg a Fidesz zuglói székházához vonult a nagy körút és az oktogon érintésével. A Fidesz székházát rohamrendőrök védték, sisakjukon jól látszott az azonosító számuk. Ez a konzultáció! A tüntetők leültek az útra, majd farkasszemet néztek az egyenruhásokkal. A legkitartóbbak a Fidesz székházától visszamentek az oktogonra, ahol leültek a kereszteződésben beszélgetni, társasjátékozni. A spontán, tehát nem bejelentett kormányellenes tüntetés hajnalban ért véget. Most tartunk egy kis szünetet, és ezzel jövünk vissza. Pedzegettem ezeket a politika irányában történő ambícióimat, és akkor Trócsányi miniszter úr, mint alkotmánybíró, talán ezért nem fog megharagudni, hogyha idézem őt, azt mondta, hogy leányzó, ennek még nincs itt az ideje. Ez hányban volt, Ez volt 2010-ben, azt mondta, tanuld meg a szakmát, dolgozz, menj minisztériumba, és ismerd meg a közigazgatást, mert ez egy milyen jó alap lesz, és milyen komoly dolog lesz, és nagyon-nagyon igaza volt. Már itt is vagyunk. Főhősünk egy olyan képviselőasszony, akit a sors többször megtört és tanított. Családi indíttatásból járt katolikus iskolába, majd külföldön is szerzett diplomát. Nem híve az eltorzult arcú ordibálásnak a parlamentben, sokat sportol, és nem mellékesen saját barátnője tervezi a ruháit. Vendégünk a KDNP képviselője, Juhász Hajnalka. Orvos családba született bele, édesanyja, édesapja is orvos volt, sőt, lánytestvére is, ha jól tudom. Mégis jogi pálya felé vitte az útja. Igen, a szüleim is orvosok, de 13 orvos van a családban. 13 orvos. Igen, igen, a keresztüleim, az unokatestvéreim nagy része is orvos, ez egy csodálatos szakma, de amikor mindig megkérdezi tőlem, hogy én miért nem lettem orvos, azért ennek a különleges szakmának az a nehézsége, hogy ahogy az orvosi sikereket, ugye a nagyon nagy fájdalmakat, a halált is hazahozzák óhatatlanul, és én pontosan tudom, hogy milyen érzés az, amikor hazajön az édesanyám, édesapám, vagy testvérem mesél arról, hogy 10-12 órát operált, küzdött egy beteg életért, és sajnos el kellett engednie. És én ezt láttam, ezt a felelősséget, és végtelenül tiszteltem őket emiatt, és egyébként egy nagyon... Édesanyám és édesapám is egy rengeteget dolgozó ember volt, és de valahogy annyira jól kialakították azt, hogy az alapvető családi értékrendet, hogy mi fontos, hogy mi az, amit a mi családunk képvisel, arra volt idejük, de ezt valahogy ők úgy határozták meg, hogy nem mennyiségi, hanem minőségi időt töltöttek velünk, és az gyakorlatban azt jelentette például, hogy édesanyám már 6 éves koromtól, amikor hazajött, akkor angolul beszélt hozzám, mert ő egyébként az orvosi egyetem előtt a magyar angol szakot kezdte el, aztán az orvosi egyetem miatt ott hagyta, de hihetetlenül tudatosság volt ebben a dologban, és a későbbi egyetemi éveim, amiről biztos, hogy fogunk beszélgetni, az angol száz kultúra szeretete, az például innen jött. És ugyanakkor édesapám hazarohant, és volt annyi ideje, hogy picit beszélgessen velem például a festészetről, hogy El Greco narancssárgáját hogyan lehet megismerni, de minden évben például Farsangon egész életemben orvosnak öltöztettek be, mert soha nem volt idejük arra, hogy csináljanak, vagy készítsenek nekem egy királylány ruhát. Csak elővették az orvosi köpenyt. Pontosan, levették a köpenyt, felhajtották, kezembe nyomták az orvosi táskát, úgyhogy mi az általános iskola összes Farsangján és óvodában mi minden évben orvosok voltunk a testvéremmel, soha nem nyertünk, de az az igazság, hogy ez része volt a dealnek, hogy ezt ők kevésbé tartották fontosnak, azt tartották fontosnak, hogy az Isten hit, a zene szeretet, a magyar irodalom szeretete, a művészet, az esti beszélgetések azok meglegyenek, úgyhogy ez abszolút már kezdésnek is egy nagyon-nagyon stabil pont volt az életünkben. Nagyjából elvette képviselőasszony a kenyeremet, tehát meg szeretném volna kérdezni, hogy akkor mégis miért a jogi diploma, de hogy akkor ezek szerint azok a fajta traumatikus élmények, amikor egy gyógyítottat mégsem sikerül meggyógyítani, ez egy fontos dolog volt, de volt esetleg más, ami miatt a jogi pálya fele orientálódott? Az, hogy miért nem az orvosira mentem, annak volt egy személyes indoka is, és én nagyon hiszek politikusként abban, hogyha
mi nekünk fontos, nekem fontos, hogy az emberek megismerjenek, és nekem fontos az emberek szeretete, és én szeretnék arról beszélni, hogy én miért nem lettem például orvos. Nekem 4 éves koromban volt egy nagyon súlyos, ma már gyógyítható, akkor halálos betegségnek számított, egy nagyon súlyos vesebetegségem, ami a mi életünket, a családunkét nagyon-nagyon meghatározta, és én 4 éves koromban művesére kerültem. Erről a mai napig nagyon nehezen beszélnek a szüleim, de meghatározta a gyerekkoromat, az állandó féltés, amit éreztek, ezt egy édesanya, édesapa tudja, különösen ha orvos, és tudja, hogy milyen súlyos állapotban van a gyermek, hogy ebből valahogy igazán sosem lehet úgy lelkileg felgyógyulni, hogy ne féltsék a nap 24 órában a gyereküket. Úgyhogy az orvosi pálya fel sem merült, amiatt, hogy én személyesen éltem meg ennek a másik oldalát, és azt is szeretném elmondani, hogy ebben az időszakban, amikor mi a gyerekosztályon voltunk, és Boda professzor úr már nem él, de én például neki köszönhetem, hogy még itt vagyok és beszélgetünk, és én 4 éves koromban gyerekként megéltem azt, hogy számos gyerek halt meg a klinikán, akik velem egy idősök voltak. Ezek ott, akkor ezek nem otthoni kezelések, hanem kórházban. Így van, és akkor meg kellett például azt tanulnom, amit, mert szerintem ez is egy fontos üzenet, hogy mindaz a nehézség, ami az életünk során él minket, azt később fel tudjuk használni a belső erőnkre, mert akkor nyilván a gyerek, amikor picike, tehát nekem el kellett búcsúzni édesanyámtól, édesapámtól, és hosszú ideig a kórházban nélkülük voltam, és például nem érinthettek meg, hermetikusan el voltam zárva, de megtanított az alkalmazkodásra. Én ugye több országban éltem, Angliában, Franciaországban és Amerikában is, és rájöttem arra, hogy ez a gyerekkori trauma, és azt hiszem, hogy az ember ezekből tanul igazán, hogy a gyerekkori trauma később mennyiben segíti az alkalmazkodó képességét, mert nekem egy kórházhoz, orvosokhoz, asszisztensekhez, a napi 5 injekcióhoz alkalmazkodnom kellett, de nyilván a kérdésre válaszolva ez meghatározta, hogy én az orvostudománynak a tiszteletét, de annak a nehézségét személyesen is megtapasztaltam, és ezért... Ez volt az egyik indoka, a másik indoka pedig nagyon vonzódtam a humán tantárgyakhoz. Hatalmas könyvtárunk van otthon, és rengeteget olvastunk. És fantasztikus volt, ahogy például a magyar irodalmat édesanyám mosogatás, pakolás közben, emlékszem a Jókai Mór Egy az Isten regényét, azt mindig csak megemlítette, hogy mi lenne, amit fontos lenne elolvasni, és egyszerűen becsempészte a mindennapjaimba az irodalom szeretetét. Nagyon fontos volt a szép magyar beszéd, tehát a retorika. Ez adta magát, ezért nagyon sok szavaló versenyre jártam, ami például megszoktatta velem a szereplést, és most a mai életemből megint azt látom, hogy ez is milyen hasznos dolog. És a jogi egyetem igazából, ez egy érdekes dolog nekünk, a szülők nagyon beleszóltak a választásba. Tehát nővérem ugye orvos lett, én jogász lettem. Akkor ez szülői akarat is volt? Igen, igen, és mai napig én is gondolkodom azon, hogy a szülők mennyire teszik jól, ha beleszólnak egy döntésbe, vagy mennyire nem. Engem a művészettörténelem és a vallástörténelem is egyébként a divattervezés érdekelt volna nagyon, és édesanyám azt mondta, hogy ő nagyon szeretné azért a jogi egyetemet, mert az egyfajta polihisztor mentalitás, nagyon sok mindent tanulnak a jogászok a jogi egyetem alatt, és hogyha azt elvégzem, akkor utána bármi más csinálhatok, mert lesz egy nagyon komoly alapom. És hát így jött a jogi egyetemnek a választása. Úgy, igen, egyébként egy picit rácsatlakoznék, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog a jogi pálya, ha úgy tetszik, talán bizonyíték erre azok az a rengeteg sorozat, amelyik akár a férjem védelmében, akár a bliens elmélyek, amik bemutatják, milyen átfogó tudás szükségeltetik ahhoz, hogy valaki ezt a pályát, ezen a pályán legyen, illetve mennyi minden kapcsolódik ahhoz, hogy itt legyen, és említett a szavalást például, a szavaló versenyeket, de hogy ez is milyen baromi érdekes, hogy egy politikus életébe végül is ezek milyen módon köszönnek vissza, és hogyan tudják segíteni a pályáját. Nagyon sokat. És fantasztikus magyar tanáraim voltak, akik nagyon sokat segítettek abban, hogy azért szokni kell egy fiatal lánynak, fiatal fiúnak azt, hogy kiáll több száz ember elé és beszél. És valahogy a Jóisten mindig tudja ezeket az utakat, mert amikor megérünk, és mindig kérdezik, hogy én akartam-e politikus lenni, a Jóisten szerintem terelgeti az utunkat, és sok-sok minden, amit tapasztaltam és megéltem, az valahogy
az a szakma, mert azt gondolom, hogy a politikusi munka az egy szakma, és én nagyon büszkén vallom azt, hogy én ennek a kezdője vagyok, tehát második éve vagyok a parlamentben, sokat kell tanulnom, de nagyon sok minden segített az elmúlt 10 évenben, ami a mostani időszakomban ért össze, és nagyon örülök annak egyébként, hogy az is egy nagyon fontos üzenet volt a szülőktől, hogy legyünk külföldön, menjünk külföldre, de jöjjünk haza. Nagyon másfajta küzdelem volt egy angol száz kultúra. Ismertem a kultúrát, mert kicsikoromtól rajongtam érte. Nagyon fontos, hogy időt azért töltsünk például egyetemistaként külföldön, mert egyrészt szélesebb lesz a tudásunk, más az angol száz kultúra, és én nagyon tudom azt hasznosítani politikusként, hogy az angolt az közel anyanyelvi szinten beszélem. Amikor hazajöttem Magyarországra, elvégeztem kint a nemzetközi közjogi mesterszakot Leicesterben, akkor Trócsányi László miniszter úr akkor alkotmánybíró volt. És nagyon-nagyon értékelte azt, hogy valaki Angliából egy ilyen diplomával hazajön. Itthon ez egy kevésbé ismert egyetem egyébként, de kint a 171 jogi kar közül a top 15-ben benne van, tehát egy ilyen angol diplomával az ember Angliában is elég komolyan el tud helyezkedni. És Trócsányi László lett közben a témavezetője, témavezetője, ami milyen témában is íródott? Ami a nemzeti és a vallási kisebbségek jogainak védelme az Európa Tanács. Picit szeretném, hogyha beszélne, de előttem hadd kérdezzem meg, említette a küzdést, és szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog, és ehhez szeretnék egy picit kapcsolódni, hogy amikor ilyen fiatalon 4 éves korában megtanulta, hogy mi az, hogy küzdés, én azt gondolom, hogy az igazi küzdés talán ott kezdődött, de nem csak a küzdés, hanem a hit. Mégiscsak egy kereszténydemokrata politikusról beszélünk. Melyik a fontosabb az ön életében? A hit, vagy a küzdés, vagy ezeknek a kombinációja? Szerintem a keresztény ember számára a hit mellett a küzdés az valahogy azért valamilyen módon természetes is. És a Szegedi Dómba jártak a szüleim imádkozni, amikor én kezelés alatt voltam. Egyébként van egy hagyományunk, minden évben visszamegyünk meghálálni a Jóistennek, hogy életben tartott, és a hit az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok erőt tud adni, meg egy stabil pontot, mert mindig lesznek nehézségeink, mindig lesznek kihívásaink, de adott is egyfajta humort is, mert azt hiszem, hogy a Jóisten minket megtanít erre. Egyébként meglepődtek a szüleim, de elég rossz kisgyerek voltam, és hát küzdöttek, hogy akkor most ebből a kisemberből mi lesz, mert ugye a betegségemből adódóan elkényeztettek, és hát egyre próbáltak szigorúbbak lenni, és én egyszer 10-11 éves lehettem, amikor azt mondtam, hogy én a Jóistennek már leróttam minden eddigi bűnömet, úgyhogy én bármit megtehetek, és akkor a szülők elgondolkodtak, hogy hát ez a pici lány el lett kényeztő, és egyébként ezért adtak egyházi iskolába, ami egy nagyon jó döntés volt, és hogy milyen érdekes az élet az osztálytársainkkal, hogy az én egyik legjobb gimnáziumi barátom lett a Miskolci KDNP elnöke, Molnár Péter, és amikor én Angliából hazajöttem, akkor ő keresett meg, hogy Hajni, gyere, segítened kell, most itt valamit el kell kezdenünk közösen, csináljuk, szeretnék itt ifjúsági kereszténydemokrata szövetségi kis csapatot építeni, tehát hogy a gimnáziumi osztálytársammal ültünk össze, és ért össze az igazából, bennem nagyon lassan, szóval ez így nem hirtelen állt össze, meg a másik, ugye én azt látom, hogyha valaki görcsösen akar valamit, tehát hogy én most ez is ez akarok lenni, akkor azért az élet azt gondolom, hogy mindig úgy egy picit visszalök ki, úgyhogy én úgy döntöttem, meg és egyébként... úgyis a nagyfőnök dönti el, már ugye a Jóisten. És a Jóisten, így van, a Jóisten eldönti, és egyébként én már pedzegettem ezeket a politika irányában történő ambícióimat, és akkor Trócsányi miniszter úr, mint alkotmánybíró, talán ezért nem fog megharagudni, hogyha idézem őt, azt mondta, hogy leányzó, ennek még nincs itt az ideje. Ez hányban volt, Ez volt 2010-ben, azt mondta, tanuld meg a szakmát, dolgozz, menj minisztériumba, és ismerd meg a közigazgatást, mert ez egy milyen jó alap lesz, és milyen komoly dolog lesz, és nagyon-nagyon igaza volt. Bejárhattam a ranglétrát, és ezt egyébként ahány fiatal jön hozzám gyakorlatra, mindig elmondom, hogy tanulni kell, és nagyon sokat kell dolgozni. Azt nem értékeli az ember, hogyha valami egyik pillanatról a másikra történik az életében is, és én bejártam a ranglétrát, mert Angliában egyetemista voltam, aztán kijutottam Franciaországba, Amerikába először kongresszusi ösztöndíjjal, tehát ott ösztöndíjas voltam az Egyesült Államokba, szerettem Washingtont nagyon egyébként, és ott az amerikai-magyar koalíciónak az ösztöndíjával kijutottam,
és megismerkedtem egy kicsit az amerikai kultúrával, és aztán már Franciaországba diplomataként mentem, és betudtam ezeket a létrákat, ezeket a fokozatokat járni, megtanultam, hogy milyen külföldön élni, és azt is megtanultam, és én ezért is javaslom mindenkinek, hogy töltsön kint kis időt, hogy kint élni ugyanolyan sok kihívással, nehézséggel jár, és azt gondolom, hogy akkor érzi az ember igazán, hogy milyen jó hazajönni. Mondok egy példát, hogyha Angliában esik az eső, annak nem olyan illata van, mint a magyar földnek, az egy édeskés illat. És nagyon hiányzik az embernek a magyar föld illata, de azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy tapasztaljon, hogy nehézségei legyenek, és például amikor Amerikában megérkeztem, akkor az volt az első, hogy az albérlet, ahol laktam, ott azt hiszem, hogy a fővezeték valami probléma volt, és az egész épület sötétbe borult, és mindenki el tudja képzelni, hogy az első éjszaka Amerikában, emlékszem, hogy kis sámén ültem egész éjszaka, és azon gondolom, hogy mit keresek itt, mert megint valamiért küzdök, mert megint valami kihívás, mert megint valami nehézség, és hát, ahogy férjem szokta mondani, én műszaki dolgokhoz semmilyen körülmények között ne nyúljak, mert az eredeti állapotához képest sokkal rosszabb állapotba fog kerülni, úgyhogy reggelig ott ültem egy kis sámlin, és hát igen, ezek ilyen kihívás, és ugye nem tudja az ember, hogy mi hol van, pont most érkezett meg Washington DC-be, nem tud még közlekedni sem, és szóval ezek azok a nehézségek, amik egy ilyen stabil erőt adnak, meg egy icipici jó értelembe vett önbizalmat. Idézem, egy politikus, egy női politikus nem engedheti magának meg, hogy eltorzult arccal ordítson. Nyilván a független objektív sajtó legfüggetlen objektívabb újságírói ezen rettenetesen fölháborodtak, de engem azért érdekelne, hogy milyen volt megtapasztalni azt, hogy az a parlament, az az országgyűlés, amiről említette, hogy milyen volt először belépni, hogy milyen hangulata volt, már szakrális, egyszer csak megafonnal, síppal, dobbal, nádi hegedűvel, tomboló, vicsorgó, ordibáló emberek fenyegetik a fideszes KDNP-s képviselőket. Erről, hogyha mesélne nekünk. Ilyenkor látja az ember, hogy ez a fajta rosszul definiált, és nem mondanám azt, hogy túltolt feminizmus, de hogy milyen jó, és ezt valahol talán mondtam is, hogy jobboldali, konzervatív keresztény nőnek lenni, mert ez a legkiábrándítóbb dolog szerintem, amikor az ember nőket így lát. És én hiszek abban, hogy más szerepet tölt be egy férfi politikus, más szerepet tölt be egy női politikus. De azt gondolom, hogy a nőiesség, vagy a női finomság, vagy a női tartás, ez egy olyan komoly értékrend, amiből sose szabad kibillennünk. És én amikor bemegyek a parlamentbe, akkor én azt képviselem, amit a magyar emberek felhatalmazásából adódóan nekem felelősségem is, hogy hogyan viselkedek, hogy hogyan nyilvánulok meg, hogy mennyire tudok kultúrember maradni, és láttam az ellenzéki képviselőtársnőimnek a reakcióját, és engem nagyon sokkolt, és nagyon-nagyon megdöbbentett. Talán nem is olyan nagy baj, hogyha egy hölgy figyel arra, hogy mit vesz föl, és én a beszélgetés előtt egy nagyon kedves hölgyszerkesztőmmel kommunikáltam ezzel kapcsolatban, és mondta, hogy nőknél általában az a legnagyobb probléma, hogyha kimennek terepre, akkor nagyon oda kell figyelni, hogy ne vegyék föl egymás után kétszer, ne vegyék föl ugyanazt a ruhát. Azt csicsergik a madarak, hogy képviselőasszony ezt a problémát megoldotta. Mesél erről? Hát az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy az is, hogyha egy női politikusról beszélünk, akkor szerintem fontos az elegancia. Én kezdettől fogva azt mondtam, hogy ez egy óriási megtiszteltetés számomra, de az elegancia az mindig is része volt az életemnek, mindig is fontos volt, de hát sok női tévénézőnk tudja, hogy egy nőnek nagyon nehéz kényelmesnek és elegánsnak lenni, és én hiszem azt, hogy a divat változik, de az elegancia az örök, és valahogy úgy hozta a sors, hogy megismerkedtem egy divattervezővel, és én nagyon hosszú ideig gondolkodtam azon, hogy akkor mi ezzel a feladatom, és hogy ez hogyan lehetne, és egyszer elkezdtünk közösen rajzolni, tervezni, ruhákat készíteni, különösen arra való tekintette, ha én repülök, akkor hogyan tudom a ruhákat kombinálni, hogyan tudok mindig elegáns lenni, és ez egy fantasztikus, a divat is egy művészet, mert ha jól csináljuk, akkor a szépet mutatja, a kevésbé szépet rejti,
És például, amit most is viselek, az is egy közös tervezés a divattervező barátnőmmel. Én azt gondolom, hogy a nőiességet így is fantasztikusan meg lehet élni, hogyha az ember elkezd magának tervezni, és nagyon jó azt megélni, hogy 7-8 órát eltöltök egy olyan ruhába, amit minden pillanatában nagyon kényelmesnek és nagyon nőiesnek érzek, és azt gondolom, hogy ez is egy pici misszió. Most jön a legizgalmasabb rész, amitől általában rettegnek a meghívottjaink. Jönnek a bejátszók, a játék. 5 darab eltorzított hangú idézetet fogunk bejátszani. Meg kéne ismerni, hogy kik ezek a politikusok. És egyébként most végre valahára elővetem az igazi független objektív énemet, mert nem fogok segíteni semmit az élet a világon, még a szemöldökömet sem fogom felhúzni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy gondoltam. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán csapjunk is bele. Több a hasonlóság a Fideszben és az MSZP-ben, mint e kettő és a Jobbik között. Igen, a hasonlóság az, hogy a Fidesz és az MSZP akármennyire is tűz és víz, egyaránt demokraták gyülekezete. Pont. Annyit talán segíthetek, hogy a politikus már nem volt a parlamentben, amikor képviselőasszony bekerült. Már elég régóta nem volt a parlamentben. Kunce Gáborra gondol. Majdnem. Közel van, de nem. Passz, semmi gond. Bajnai Gordon volt. És ő volt, a fene egye meg, pedig ő volt a másik. A fene egye meg, ez igen. Nem egy annyira ismert idézet egyébként. De igen, azért. Csak, aha, pedig Bajnai Gordonra. Aha. És egyre jobb technikát alkalmazunk a hangfelismerés eltorzításában. Gyanús volt nekem, hogy ez Bajnai Gordon lesz, igen. Több a hasonlóság a Fideszben és az MSZP-ben, mint e kettő és a Jobbik között. Igen, a hasonlóság az, hogy a Fidesz és az MSZP akármennyire is tűz és víz, egyaránt demokraták gyülekezete. Pont. Ezért nem akarnak önök európai ügyészséget sem, mert félnek a börtöntől. Szabó Tíme. Ezt a kormányzást az európai ügyészségen úgy neveznék, ma nem keresztény demokrácia, hanem Vadai Ágnes. Vadai Ágnes, bocsánatot kérek, Vadai Ágnes. Így van, Vadai Ágnes a győztes. A megfejtés. Ezért nem akarnak önök európai ügyészséget sem, mert félnek a börtöntől. Ezt a kormányzást az európai ügyészségen úgy neveznék, no nem keresztény demokrácia, hanem különösen nagy értékre bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és hivatali visszaélés. Kérdezhetnénk naivan, ezt vajon miért nem az önkormányzati választások előtt jelentették be? Annyira dübörög a gazdaság, a Magyarország valóban Szabó jobban teljesít. Miért kell már a szappant is megadóztatni a Orbán Viktornak? Az Orbán kormány is még tudta, hol sújtson le, hisz tisztálkodni mindenki szokott. Demeter Márta lenne a másik bőszanet? Nem, akkor nem tudom. Pedig ez a drága jó Bangóné Borbélye. Jó Istenem, hát őt nem, az passz akkor. A patkányozósat vágjuk be szerintem akkor. Az, hát nyilván az igen, meg neki nincsen karakteres hangja. Nem akarunk segíteni. Úgyhogy passz, oké. Kérdezhetnénk naivan, ezt vajon miért nem az önkormányzati választások előtt jelentették be? Ha annyira dübörög a gazdaság, ha Magyarország valóban jobban teljesít, miért kell már a szappant is megadóztatni a Orbán Viktornak? Az Orbán kormány ismét tudta, hol sújtson le, hisz tisztálkodni mindenki szokott. Azt üzenik nekem, hogy a változásokhoz szükséges összefogásnak, a változáshoz szükséges stabil kormánytöbbségnek és az ellenzék józan magatartásának én magam vagyok az akadály. Teátrális nagy szünetet. Remélem, hogy így van. Hogy tartalom nélküli mondani. Én magam vagyok így az akadály. Van. Így van. Mert ha igen, akkor ezt az akadályt én most megszüntetem. Azt javaslom, hogy alakítsunk új kormányt, új kormány fővezetésével. Azt üzenik nekem, hogy a változásokhoz szükséges összefogásnak, a változáshoz szükséges stabil kormánytöbbségnek és az ellenzék józan magatartásának én magam vagyok az akadálya. Remélem, hogy így van, hogy csak én magam vagyok az akadály. Mert ha igen, akkor ezt az akadályt én most megszüntetem. Azt javaslom, hogy
alakítsunk új kormányt, új kormány fővezetésével. A Jobbik múltjában vannak vállalhatatlan és magyarázatra szoruló történések. Az Orbán utáni Magyarország nem épülhet semmiféle kirekesztésre, rasszizmusra és antiszemitizmusra. A Jobbik azzal, hogy fölállt a többi ellenzéki párttal egy közös színpadra, azzal együtt ezt az értékrendet is vállalta. Annyit muszáj segítsek. Nagyon elvon. Még próbáltam visszatuszmálkolni magamba az elfogó független objektívet, és sikerült, hogy az úrnak nem is olyan régen volt egy kisebb-nagyobb botránya, talán egy picit egy fokkal közvetlenebb fotókat küldött különböző hölgy is. Így van. A Jobbik múltjában vannak vállalhatatlan és magyarázatra szoruló történések. Az Orbán utáni Magyarország nem épülhet semmiféle kirekesztésre, rasszizmusra és antiszemitizmusra. A Jobbik azzal, hogy fölállt a többi ellenzéki párttal egy közös színpadra, azzal együtt ezt az értékrendet is vállalta. Legközelebb egy újabb főhőssel várjuk Önöket. Viszlát!